Vajon lemond harmadik Károly király a brit trónról? 2024. januárjában egyre több teória lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy főleg a dán királynő második Margit lemondása után Károly is követni fogja a dán uralkodó példáját. Röviden és tömören gyakorlatilag kizárható, hogy harmadik Károly a közeljövőben lemondana, azonban ebben a videóban igyekszem körüljárni a sajtót és a közvéleményt lázban tartó kérdés minden aspektusát, valamint annak a hátterét, hogy miért és miben más Károly és a britek helyzete, mint második Margité és a dánoké. 2023. december 31-én II. Margit dán királynő az újévi beszédében sokkolta a dánokat, amikor elhangzott, hogy 2024. január 14-ével lemond a dán trónról. A 83 éves II. Margit ezt részben a tavalyi hátműtétjével és az egészségével indokolta, valamint elhangzott az is, hogy át akarja adni a stafétát az új generációnak. A dán trónt a fia, a videó készültekor 55 éves Frigyes dán királyi herceg örökli majd, akinek a királynéje az ausztrál születésű Mária hercegné lesz. Európában mintha növekvő tendenciát mutatna a koronás fők lemondása, és noha ez Hollandiában már-már gyakorlattá vált, hogy az idősödő uralkodó lemond az utódja javára, ez Dániában először fordult elő. Ez pedig sokakban felvetette a kérdést, hogy vajon harmadik Károly is követi-e a dán királynő példáját. Harmadik Károly népszerűsége gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé a Diana hercegnével kötött házasságának megromlása idején, valamint a felek nyilvános vitái során, amely kapcsán gyakorlatilag az összes szaftos részletet élőben követhette a publikum a bulvár sajtóban. Diana halála után, valamint az akkori Károly herceg a szeretőjével, Camilla Parker Bowes-szel kötött házassága után a kedélyek kezdtek kissé csillapodni, és a pár a Diana halálát követő 25 évben gyakorlatilag csendesen a monarchiát és II. Erzsébet királynőt szolgálva élt. 2022. szeptember 8-án azonban II. Erzsébet királynő elhunyt, és Károly herceg III. Károly néven lépett trónra. Akkor, és az azt megelőző időszakban is sokan azt szerették volna, ha a fia és örököse, Vilmos herceg kerülne trónra, amely úgy lett volna lehetséges, hogy Károly lemond a fia javára. A jelenleg 75 éves király viszont a trónöröklési szabályt követte, azaz nem mondott le. 2023. májusában egy nagyszabású koronázási ceremónia kereteiben a Westminster Abbey-ben királlyá koronázták, azóta pedig szintén csendben teszi a kötelességét oldalán a szerelmével, Camilla királynéval. Természetesen lehet szeretni és nem szeretni őket, az emberek formálhatnak véleményt, hogy királynak való-e, hogy alkalmas-e erre a feladatra, vagy hogy egyáltalán szimpatikus-e a királyi pár, azonban azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a 2020-as években a monarchia intézménye és jelentősége is sokat változott, akárcsak ahhoz képest, amikor II. Erzsébet királynő lépett trónra 1952-ben. A vélemények kapcsán talán érdemes azt is megemlíteni, hogy az én véleményem szerint az utóbbi 20-30 évben többet változott a monarchia és annak megítélése, mint az azt megelőző 2-300 év alatt összesen. Modern korban élünk, ahol a technika és az internet alapfelszereltségnek számítanak, és ahol a Buckingham palota szinte semennyire sem tudja befolyásolni a sajtót. Hova tovább a közösségi média elterjedésével a bulvár sajtó csak egyetlen szeglete annak, ami a királyi családdal megjelenik, és rengetegen készítenek tartalmat róluk saját kedvtelésből is, többek között én is. Így pedig nagyon sokszor az egyéni vélemény sokkal könnyebben keveredik össze azzal, hogy mit gondolnak a tömegek, továbbá ebben az esetben nagyon könnyen tényként kezdhetünk el véleményeket kezelni. Ez az aspektus pedig azért fontos, mert egyre több olyan videót látok, amelyben tényként kezelik, hogy harmadik Károly lemondott, ami a videó készültekor a tényeket figyelembe véve nem igaz, vagy le fog mondani a trónról. Azonban érdemes megvizsgálni, hogy egészen egyszerűen miért nincs semmilyen összefüggés a dán királynő, valamint a brit király helyzete között. Második Margitot az általam olvasott cikkek szerint kedvelik a dánok, egy dán újságíró szerint pedig hasonló értékeket és érzelmeket testesített meg számunkra, mint amelyet II. Erzsébet királynő képviselt a briteknek, a nemzetközösségnek és talán az egész világnak. Második Margit, amennyire tudom, botránymentes életet élt és él, vagy legalábbis ha kicsit nagyobb ívben tekintünk a témára, akkor botránymentes lehet nevezni. Láncdohányos, és a dohányt extrákkal sem vetette meg, bár véleményem szerint ebben nem igazán van semmi botrányos. Ahogyan az újévi beszédében is elmondta, a lemondásának az oka a kora és az egészsége. 83 éves, a január 14-i dátum pedig a trónra lépésének 52. évfordulóját jelöli. A harmadik Károly lemondásáról szóló találgatások pedig gyakorlatilag innen indultak,
És most itt szerintem hagyjuk figyelmen kívül, hogy Nostradamus vagy az állítólagos időutazó 2053-ban mit jósolt, mert noha ezeket az úgynevezett jóslatokat kíváncsiságból én is szeretem böngészni, de a realitás talaján semmi keresni valójuk nincs. Egy kiegészítés még ehhez, hogy ezek Harry herceget teszik meg a váratlan új királynak, aminek viszont végképp semmi alapja nem lenne, ugyanis a trónutódlás során a sorrendet kell figyelembe venni, amely alapján Vilmos herceg a trónörökös, utána pedig az ő gyermekei következnek a születésük sorrendjében. Nem utolsó sorban pedig Harry hercegot hagyta a királyi családot, így nem számít dolgozó királyi családtagnak, valamint tőlük teljesen függetlenül éli az életét Amerikában, továbbá a britek nagy része csak hajszányival találja szimpatikusabbnak, mint a nagybátyját, András herceget. Harmadik Károly az elmúlt időszakban semmi egetrengetőt vagy botrányosat nem tett. Csendben végzi a dolgát, a 2023-as szentdrigemi karácsonyi misére pedig olyan családtagokat is meghívott, akik II. Erzsébet királynő idei alatt nem jelentek meg. Itt konkrétan Sarah Fergusonra, a Yorki hercegnére gondolok, aki Dianához hasonló viharokkal vált el András Yorki hercegtől, ám még a Walesi herceg és hercegné, tehát Károly és Diana, magas profilú vagy más néven szenior királyi családtagoknak számítottak, addig a Yorkiak nem, tehát dióhéjban ez az oka annak, hogy azóta alig lehet hallani Fergie-ről. András herceg már más tészta, nagyon röviden és tömören összefüggésbe hozták Jeffrey Epstein-nál, az elítélt pedofil szexuális ragadozóval, és ez volt az oka annak is, hogy úgy mondjuk díjazták a királyi családból, tehát 2020 májusától nem képviseli a monarchiát és az uralkodót semmilyen formában. 2022. januárjában az András herceg által patronált jótékonysági szervezeteket és a tiszteletbeli katonai kitüntetéseit is elvette tőle II. Erzsébet királynő. 2022. februárjában az András herceg ellen indított perben szexuális erőszak vádjával, amely Jeffrey Epstein hálózatához szorosan kapcsolódik, peden kívül egyeztek meg. Ezzel egyébként András herceg botránya címmel található videó a csatornán, amelyben bővebben is kifejtem, hogy mi történt. Az, hogy harmadik Károly lemondását sürgetik, pedig azzal hozható összefüggésbe, hogy 2024. január elején nyilvánosságra került az úgynevezett Epstein lista, amelyben több mint 100 nagy profilú és befolyásos ember neve is szerepel, köztük András hercegé. A bírósági dokumentum sok olyan nevet tartalmaz, akiktől eddig nem tudott a nyilvánosság, hogy részt vettek Jeffrey Epstein köreiben, azonban tekintve, hogy András hercegről ez tudható volt, így ebből a szempontban nem sok újdonság derült ki. Noha Andrást korábban nem ítélték el nyilvánosan, azonban ettől függetlenül gyakorlatilag mindenki készpénznek veszi a bűnösségét, és párjává vált a királyi családban, illetve a brit nyilvánosság szemében is. Noha gusztustalan, amit Epstein és a bandája műveltek, azt, hogy András herceg neve ismét nyilvánosságra került, nem igazán tartom botrányszagúnak abban a kontextusban, hogy már mindannyian tisztában voltunk vele, hogy valami bűzlik a házatáján. Itt pedig visszakanyarodnék a videó eredeti témájához, hogy vajon harmadik Károly lemond-e a trónról. Az öccse és az Epstein ügy miatt nem gondolom, hiszen akármennyire is szomorú ez az egész történet, nem sok újdonságot hordoz magában. Azt tartom esetlegesen elképzelhetőnek, hogy nyilvánosan elítélik András herceget, ami viszont szintén nem lenne meglepő, tekintve, hogy a britek gyakorlatilag így is gyűlölik őt. Tehát harmadik Károly lemondását az öccse, András herceg a Jeffrey Epstein köreibe való bevonódás miatt pedzegetik egyre többen, ám én személy szerint 0% esélyt látok arra, hogy emiatt Károly lemondana. És reálisan gondolkodva, miért is kellene neki lemondani emiatt, hiszen az, amit az öccse tett, vagy hivatalosan nem tett, szörnyű, de felnőtt, cselekvőképes emberként cselekedett, amiért nem Károly volt a felelős. Sokféle teóriát láttam azzal kapcsolatban, hogy harmadik Károly miért fog lemondani, így tényként kezelve, és amiért kellene lemondani a kezdetű vélemények is szép számmal jelen vannak az interneten. A legnépszerűbbek ezek közül az, hogy nem kedvelik, hogy idős, vagy hogy nem alkalmas királynak. Második Margit bejelentése után pedig megszaporodtak azok a vélemények, hogy felbuzdulva a királynő tettén, ő is követi a példáját. Azonban az Egyesült Királyságban nem hasipocsi alapon megy a lemondás, és ezt ilyenkor érdemes figyelembe venni. Legutóbb, amikor Nagy-Britanniában lemondott az uralkodó, akkor az komoly alkotmányos káoszt okozott, amely alapjaiban rengette meg a monarchiát és a közvéleményt is. 8. Edwardról van szó,
aki 1936. január 20-án örökölte meg a trónt, miután az édesapja, 5. György elhunyt. 5. György az élete végén azt mondta, hogy a halála után a fiú 12 hónap alatt tönkre teszi magát, valamint hogy imádkozik, hogy az idősebb fia sose házasodjon meg, és ne szülessenek gyermekei, amelyek Bert és Erzsébet, majd pedig Lilibet és a trón útjába állnának. 5. György egyáltalán nem hitt abban, hogy a walesi herceg, David, alkalmas lenne uralkodónak, és ennek egyébként nagyon sok jele volt, a kötelességtudata finoman szólva is megkérdőjelezhető volt, azonban a hivatalos indok az volt, hogy a szerelmet, azaz Wallis Simpsont választotta a korona helyett. Wallis Simpson egy kétszeresen elvált amerikai nő volt, aki emiatt abban a korban nem volt méltó rá, hogy királyné legyen. Csupán ennyi ismerettel 8. Edward és Wallis Simpson története egy tragikus szerelmi história is lehetne, azonban sajnos sokkal több és súlyosabb indok is volt, amiért 8. Edward nem vehette feleségül a szerelmét, és amiért végül 11 hónapnyi uralkodás után 1936. december 11-én lemondott a trónról. A róluk tervezek bővebb videókat is a csatornán később, ahol igyekszem majd az életük minden aspektusát körbejárni. Visszatérve a király lemondására, annak öccse, a dadogó Berti lépett trónra 6. György néven, aki egy erős nővel, a későbbi anyakirálynéval az oldalán képes volt stabilizálni azt a válságot, amelyet a bátyja idézett elő a II. Világháború küszöbén. 8. Edward a lemondása után nem kívánatos személyé vált nem csak a királyi családban, de Nagy-Britanniában is, és gyakorlatilag soha nem bocsájtották meg neki a lemondást és a helyzetet, amelyet előidézett ezzel. Az anyakirályné szerint 8. Edward tette tönkre a férje egészségét, akinek a nyugodt, vidéki életkilátása helyett a nemzet kormányzásának súlya szakadt a nyakába, és őt hibáztatta 6. György korai haláláért is. 6. György lánya 2. Erzsébet királynő volt, akinek az utódja 3. Károly, így noha közel 90 év telt el a legutóbbi lemondás óta, Károlyban azért valószínűleg élénken élnek azok az érzések, amit ez kiváltott a családból. És ahogyan a videó korábbi szakaszában említettem, a brit monarchia rengeteget változott, sőt, többet is az elmúlt 2-3 évtized alatt, mint korábban 2-3 évszázad alatt, ettől függetlenül az angoloknál nem divat lemondani. Sőt, II. Erzsébet királynő annó kijelentette, hogy ez a megbízás élethosszig szól. II. Erzsébet királynő 96 évesen hunyt el, és az utolsó időszakban a kora és az egészsége miatt már nem tudott annyi feladatot teljesíteni, mint korábban. Ebben az időszakban ezek a feladatok leginkább a fiára, Károlyra, valamint a dolgozó királyi családtagokra hárultak. Azonban ebben az aspektusban szerintem érdemes szem előtt tartani annak a tényét is, hogy II. Erzsébet királynő 70 évig uralkodott, a frissen lemondott II. Marit 52 évig viselte a koronát, míg III. Károly alig másfél éve lépett trónra, még akkor is, ha már nyugdíjas korúnak számít. Károly egészsége a korához képest jól szolgál, mobilis, és a feladatait kötelességtudattal képes is teljesíteni. Ebben az esetben pedig nem tartom valószínűnek, hogy amennyiben a dolgok nem változnak, akkor lemondana. Ennek ráadásul ott van az az aspektusa is, hogy a fia és örököse, Vilmos herceg, valamint annak a felesége, Katalin hercegné, noha fiatalok, a 40-es éveikben járnak, többször kifejezték az elmúlt években azt a kívánságukat, hogy amíg a gyermekeik kicsik, addig a lehető legtöbb időt szeretnék velük tölteni. Ezt pedig amennyire tudják, meg is teszik, így nem tartom valószínűnek, hogy Károly lemondana a trónról, ezzel pedig az uralkodás minden kötöttségét és kötelességét a fia és a menye nyakába zúdítaná, akiknek így jelentősen kevesebb ideje jutna arra, hogy az idejüket a családjukkal töltsék. Ennek a kérdése pedig számomra azért is tűnik fontosnak, mert Károly pontosan tisztában van azzal, hogy milyen az, amikor a szülők szinte egyáltalán nem elérhetőek, még akkor is, ha ő és a húga Anna hercegnő is megértették, hogy milyen szerepe volt az édesanyjuknak a nemzet számára. Erről bővebben mind a Károlyról, mind az Anna hercegnőről szóló videóban beszéltem, ám Dióhéjban II. Erzsébet és Fülöp herceg a két idősebb gyermekük első éveiben alig látták a hosszú hónapokig tartó királyi túrák és kötelezettségek miatt. Arra a kérdésre, hogy a nyilvánosság szívesebben látna egy fiatal vagy fiatalabb uralkodót, aki az erőt, Vilmos herceg esetében pedig a szimpátiát és az együttérzést testesíti meg, a válasz abban rejlik, hogy egyrészt a trónutódlási törvény nem szimpátia alapján áll össze, másrészt pedig szintén a modern korban keresendő a válasz. Míg a 18-19. Századig a várható élettartam 30-40 év körül volt, addig napjainkban ez erősen kitolódik 70-80-90, de akár 100 év körül is,
Utóbbi kapcsán a királyi családban remek példa II. Erzsébet királynő, Fülöp herceg vagy az anya királyné. Így tehát, ha a jelenleg 75 éves Károly körülbelül annyi ideig él, mint az édesanyja, akkor Vilmos a trónra lépésekor a 60-as éveit fogja taposni. Hasonló logika alapján később az ő örököse, György herceg szintén 50-60 évesen válhat királlyá. Itt pedig megemlíteném azokat a kommenteket, ahol az emberek szerint Károly alig várta, hogy király legyen, sőt, egész életében az volt a célja. Ilyenkor szeretek visszakérdezni, hogy ezek alapján akkor valóban az anyja halálát várt a hosszú évtizedeken keresztül. Károly nem amiatt nem valószínű, hogy lemond, mert egész életében azt várta, hogy végre király legyen, hanem szimplán azért, mert a briteknél nem szokás lemondani, és ahogyan a királynő is megjegyezte, ez a megbízás az élete végéig szól. A modernizáció és a haladó szellemiség mellett viszont még mindig ragaszkodnak az 1000 évre visszavezethető hagyományaikhoz, ami a saját véleményem szerint pont az az aspektus, amiért a mai világban még mindig tömegeket képes megmozgatni a brit királyi család, és amolyan celeb státuszban tartja őket a sajtó és a közösségi média. Mindent összegezve, noha a II. Margit dán királynő lemondott a dán trónról, az ő és III. Károly brit király helyzete szinte minden aspektusban különbözik, így csupán ennek alapján botorság lenne azt feltételezni, hogy Károly lemondana a brit trónról. A jelenlegi helyzet szerint annak az esélye, hogy III. Károly lemond, gyakorlatilag egyenlő a nullával, noha természetesen teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy akár a közeljövőben ne állhatna be bármilyen változás, amiért ő is átadná a stafétát az új generációnak. Az idők változnak, a monarchia helyzete jelenleg stabilnak tűnik, azonban az 1936-os lemondási válság mégis akkora káoszt okozott az Egyesült Királyságban, amit valószínűtlennek tartok, hogy a 2020-as években ismét megreszkírozna a brit uralkodó, még akkor is, ha az európai kollégái már elkezdték kitaposni előtte az utat. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és ha érdekesnek találod a tartalmaim, de még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!